Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt felül és alul látjuk, tehát itt középen. A halak jelentik az anyagiakat, ami azt jelenti, hogy ő sokat gondol az anyagi helyzetére. Sőt, itt folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok, tehát ő rendezni akarja az anyagi helyzetét. Mivel a munka, hivatás összefügg a pénzzel, ezek lehetnek munkahelyi témák is. Ami kettőtöket illet, lehet, hogy veled is beszél az anyagiakról, de a szerelmi élet területén a halak gyakran jelentik a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára, itt tisztázódnak a dolgok, megvannak a tiszta érzelmek, a tiszta gondolatok, de vannak elvárásai is, hogy te is értékeld őt. Az ő érzelmi világát itt baloldalon látjuk, a fa. Arra utal, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni. Ő kicsit türelmes, érzi azt, egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, nálatok is időre van még szükség, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy rendeződjenek bizonyos dolgok. A fa az jelenti a gyógyító erőt is. Itt a levél vagy azt jelenti, hogy ír neked, vagy azt jelenti, hogy elvárja azt, hogy te írj neki. Itt szerelmi témáról van szó. Azon kívül a szív itt az érzelmi világában azt jelenti, ő szeret téged. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? A gyermekek jelentetik a gyermekeket, vagy egy új kezdetet, vagy egy fiatalos kisugárzást. Azon kívül itt a virágcsokor utal a te szépségedre. Így a két kártya azt jelenti, hogy megvan a szépséged, megvan a fiatalos kisugárzásod, amit a gyermekek még jelenthetnek az ártatlanság, vagy egy új kezdet, és itt a hajó jelenti a reményt, vagy egy utazást. Ha ő messze él, akkor meg akar látogatni téged, vagy a levél lehet egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, de lehet egy közös utazás is. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a medve jelenti az erőt, hogy az anyagi helyzet javul, hiszen megerősödik. A medve lehet egy személy is, aki nagyon erőszakos például, vagy parancsolgat neki, és pénzt akar tőle. Tehát ez is előfordulhat. Vagy a medve lehet a főnöke is. Itt a ház jelenti a családi kapcsolatokat, tehát itt anyagiakról van szó, ingatlanról van szó, és itt a medve jelenti az ő erejét, vagy hogy az anyagi helyzet javul, megerősödik, lehet, hogy venni akar egy lakást, vagy egy házat. Itt egy jó hír látható, a virágcsokor kétszer jelenik meg, jelenti a te szépségedet, egy meghívást, egy ajándékot, egy jó hírt. Még visszatérve a halakra és a medvére, a medve lehet egy személy is, valaki a családból, aki pénzt követel. Persze, ami a munkát illeti, lehet, hogy ő a munkahelyén ki akar építeni valamit, de itt van egy személy a környezetében, aki erősebbnek tűnik, mint
ő. Tehát a képeknek több jelentése is van. Itt a könyv utalhat a tudásra, a továbbképzésre, mégpedig ősszel, vagy a kártya jelenteti az egészségügyi témákat, lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és lesz egy továbbképzés. A könyv jelenti a zárkózottságot, mert még türelmes és visszahúzódó zárkózott, de a levél, a meghívás az útban van hozzád. Itt ez a férfi elvárja azt, hogy te is kimutasd azt, hogy szereted őt. Itt látható a park, a nyilvánosság, a természet utal egy szép környezetre, vagy megvan a szépséged, fellépsz a nyilvánosságon, mások dicsérnek téged, ők ezt észreveszik, lehet, hogy valami változott a külsődön. Itt lesz egy új kezdet, mégpedig egy szerencsés fordulat, úgy 4 héten belül. Itt kisüt a nap, tisztázódnak valami, az is lehet, hogy ez az utazás egy ilyen déli országban lesz. Az ő jelenlegi helyzete, nála még megjelenik a felhő, valami még átláthatatlan, lehetnek olyan dolgok, amit ő fél évvel ezelőtt élt át, amit még rendeznie kell. Az ő jelenlegi helyzetét megnézzük, és most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt a horgony utalhat a biztonság érzetére, mert számodra ez fontos, ahol le tudsz horgonyozni, de gyakran jelenti a munkát, a hivatást, egy új kezdet, itt a remény, a siker, a nyilvánosság és egy kreatív tevékenység. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Erről készítek egy videót Ál néven, te adod meg az Ál nevet a videóhoz, itt senki nem ismeri meg azt, hogy kiről van szó. Erre nagyon oda szoktam figyelni. Persze úgy is kérheted a videót, hogy mások ezt nem látják. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!